Franciaország készen áll arra, hogy fegyverszállítási megállapodást írjon alá Örményországgal. A párizsi vezetés úgy látja, hogy ezzel garantálható az ország biztonsága. Erről a francia külügyminiszter beszélt, miután kedden Jerevánban tájékozódott a hegyi Karabakhban történtekről, és találkozott az onnan elmenekült örményekkel. Szeretném bejelenteni, hogy Franciaország megállapodott a jövőbeni szerződésekről Örményországgal. Ezek lehetővé teszik, hogy katonai felszerelést szállítsunk, amivel biztosíthatják védelmüket. Bizonyára megértik, hogy jelenleg nem adhatok ennél több információt, mondta a külügyminiszter. Míg Azerbajdzsán ígéretet tett az örmények jogainak tiszteletben tartására, a legtöbben elmenekültek a régióból tartva a megtorlástól. Az örmény miniszterelnök és az azeri elnök csütörtökön találkozik Spanyolországban, hogy előkészítsék a konfliktust lezáró békeszerződést.